Jó reggelt kívánok 2023. október 27-én, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, sokszor nem értünk dolgokat, és olykor elintézi a sátán, hogy elszúrjunk ezt, azt, nem úgy mondunk, vagy nem úgy teszünk valamit, aztán jönnek feltételezések. De olyan jó, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden, de minden a javukra van, mert te javunkra tudod fordítani. Urunk, arra kérünk, hogy a mai napon hadd tudjunk rád figyelni. Hadd értsük meg, hogy mi a te akaratod, és aszerint szóljunk és cselekedjünk. Kérünk, hogy te áld meg majd a következő napokat, az őszi szünetet, és ha jónak látod, akkor szent lelkeddel most is te légy közöttünk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 20. részéből az első 6 verset a következőképpen. Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Makedóniába. Bejárta annak vidékeit, számos beszédben bátorította őket, majd elment Görögországba. 3 hónapig maradt ott, mivel azonban a zsidók merényletet terveztek ellene, amikor hajóra akart szállni Szíria felé, úgy döntött, hogy Makedónián át tér vissza. Elkísérte őt a béreai Szópatros, Pirrosz fia, a tesszalonikaiak közül pedig Arisztarkosz és Szekundusz, a derbéi Gájusz és Timóteus, valamint az ázsiai Tikikosz és Trofimosz. Ezek előre mentek, és Tróászban vártak ránk. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után elhajóztunk Filippiből, és 5 hónap múlva érkeztünk, hozzájuk Tróászba, ahol 7 napot töltöttünk. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, hadd legyen szabad azzal kezdeni, hogy itt 12 nap történései is benne vannak ebbe az ige szakaszba. És igen, a mai tanítás lezárta után megkezdődik az őszi szünet, és nem mindegy, hogy telik az a 10 nap. Múlik az idő, vagy telik? Ha Istennel, akkor telik, ő betölti az időt, egyébként meg csak úgy elmúlik. Éppen ezért fontosnak tartom itt megjegyezni azt, hogy vasárnap óra átállítás, ami azt jelenti, úgy szoktuk mondani, hogy 1 órával többet alszunk, cserébe viszont délután korábban lesz sötét. Hogy ez mennyire jó vagy nem, arról azt gondolom nem kell vitát nyitnunk. Efézusban megtörténik az ötvösök lázadása, és utána Pál elhagyja Efézust, és tovább megy. Elmúlik a zavargás, hiszem, hogy előbb-utóbb minden rossz elmúlik, hogyha Isten kezébe tudjuk tenni. Kétszer is olvassuk itt azt, hogy Pál bátorította a tanítványokat. Mit jelent bátorítani? Elmondom először, hogy mit nem. Egy történet szerint 2 hívő ember beszélgetett, és az egyik elmondta, hogy éppen milyen problémái vannak, és azt kérte a másiktól, hogy mondj valami bátorítót. A másik gondolkodott egy kicsit, majd így szólt, ilyen az élet. Erre az, aki a bátorítást kérte, azon gondolkodott, hogy Jób a barátainak mondta azt, hogy nyomorúságos vigasztalók vagytok. Azonban kis idő múlva szinte szembe futott vele egy ige. Mondhatni véletlenül? Tudjuk, hogy véletlenek véletlenül sincsenek, inkább váratlanul. Ez pedig az volt, minden lehetséges annak, aki hisz. Vajon tudunk-e bátorítani? Tudunk-e jót mondani a másiknak, mert az eredeti szövegben az, hogy bátorítani, az a parakaleó, amivel a szent lelket is illeti a Biblia, paraklétos, aki mellé áll, aki, mint egy védő beszédet mond a másik mellett. Igazából azt jelenti, hogy mellette szól, buzdít, jó szava van valaki ez. Neked van jó szavad? Van jó igéd? Hiszen a keresztény ember hiszem, hogy minden helyzetben talál igét, mert ott van a szívében.
akár az, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Akár az, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van. Akár az, hogy ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Akár az, hogy az Úr angyala ört áll az őt félők mellett, és megmenti őket. Ez történik itt is. Miközben Pál utazik, merényletet terveznek ellen a zsidók, a sajátjai, akik közül származik, azok akarják ismét megölni. De tudomást szerez róla, mert az Úr angyala ört áll az Isten félők mellett, és megmenti őket. Így aztán Pálnak módosítania kell az úti tervet. Ugyanakkor vannak, akik elkísérték. Azok a keresztjén hívő testvérek, akik igazából mellette álltak. Sőt, ezt olvassuk, előre mentek. Vannak, akik előre mennek. Akár egy-egy élethelyzetben, akár úgy, hogy fizikálisan is előkészítenek valamit. És igen, most, amikor közeleg a minden szentek, amikor sokan majd sírok mellett állnak meg, a szeretteinkről is, a megtért hívő szeretteinkről elmondhatjuk, hogy csak előre mentek. És hiszem, hogy egy napon szerettimet a mennyben újra megláthatom. Ezért hát ez is bátorítson bennünket, és tudjunk ma mi is bátorítani valakit. Ma bátoríts valakit. Mert tudjuk azt, hogy a félelem reakció, a bátorság döntés. Dönts hát jól. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te bátorítasz bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy felelőtlenül kell dolgokat megtennünk, hősködnünk kell, vagy bármi ilyesmit, hanem azt, hogy sziklaszilárdan állhatunk az Úr Jézus Krisztus által vetett alapon, ami az ő keresztje, hogy általa bűnbocsánatunk és örök életünk van. És nincs már semmi kárhoztatás azok ellen, akik az Úr Jézus Krisztusban vannak. Urunk, megvalljuk, hogy nem mindig sikerül, olykor elrontjuk. Amikor nem azt tesszük, amit akarunk a jót, hanem azt, amit nem akarunk a rosszat. És Bállal együtt kiáltunk fel, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg e halálra ítélt testből. De olyan jó, hogy ez folytatódik, hogy az Úr Jézus Krisztus az Isten kegyelme által. Urunk, rá vagyunk utalva erre a kegyelemre, magunktól nem megy, magunktól elrontjuk. Kérünk, ezzel a kegyelemmel légy ma velünk, és áld meg az életünket. Imádkozunk azokért, akik háborúságban vannak. Akár fizikai háború, akár lelki harcok miatt. Kérünk, Istenünk, te tégy békét, te adj békekötést. Imádkozunk a betegekért, te gyógyítsd meg őket. Te add, hogy sikeresek legyenek az orvosi beavatkozások, és te add gyógyulást azoknak is, akiknek valamilyen lelki vagy érzelmi betegségük van. Imádkozunk, Urunk, a közelgő ünnepért, hogy tudjunk méltóképpen hálát adni a reformációért, és arra kérünk, rajtunk kezd, rajtam kezd, Uram, hogy visszatérjünk úgy hozzád, ahogyan te akarsz látni minket. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatsz az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot és áldott szünetet mindenkinek.